Sziasztok, akkor nézzük át gyorsan a mai anyagot. Jó, a múlt órán beszéltünk arról, hogy milyen fajtái is lehetnek az igéknek, és ehhez kapcsolódóan ma az igék toldalékaival, pontosabban a képzőkkel fogunk foglalkozni, úgyhogy már is a munkafüzetet a 33. oldalon ki kéne, hogy nyissátok. Ott van majd az egyes feladatban, látjátok ezt a három szószerkezetet. Mindjárt megbeszéljük egy kicsit, hogy mi is az, hogy szószerkezet, bár még egy kicsit odébb van, hogy ezzel foglalkoznunk kellene. És ezzel párhuzamosan a füzetben lévő toldalékos táblázatot is folyamatosan töltögetni fogjuk majd. Jó, úgyhogy ez remélem, hogy mindenkinek megvan. Ha nem, azért a Teams-be fölrakom majd a nyelvtanos csoportba a toldalékos táblázatot, és akkor azt le lehet onnan tölteni, és adott esetben akkor azt töltögetni a továbbiakban. Jó, ez az a táblázat, amit kértem, hogy a füzet hátuljába ragasszatok bele. Na, akkor gyorsan nézzük is. Ha azt mondom, hogy fésüli magát, akkor ez egy szószerkezet, azért hívják szószerkezetnek, mert kettő darab értelmes szóból áll, és már nem egy szó, hanem két szó összekapcsolása már egy szerkezetet alkot. Akkor a fésüli magát kifejezést, azt hogyan lehetne mondani? Mit csinál az ilyen ember? Hát ugye, egy szóval kifejezve fésülködik. Írd is oda. Jó. Fésülködik. Jó. Na és akkor már is látod, hogy az igék alanya szerint, ugye az előző igés csoportosítás, amikor vettük a cselekvő igét, a műveltető igét, a visszaható igét, meg a szenvedő igét is, ezek a cselekvő alany alapján lettek meghatározva. Az, hogy fésülködik, ez egy milyen ige? Ez egy visszaható ige, úgyhogy a füzetet hátul már is ki kéne, hogy nyissátok. És akkor ott látni fogjátok majd ugye szépen táblázatban azt, hogy képzőjel rag a táblázatban, és a képzőkhöz, jó, most így szépen, most legyen mondjuk ez a képzős oszlop, a képzőkhöz szépen leírjátok majd ide alulra, hogy középre, hogy ige képzők. Pontosabban, aki nagyon szeretné tudni, akkor ebben az esetben igékből igét képzünk. Tehát ezek olyan igeképzők lesznek, amikor nem történik meg a szófajváltás. És ezért nehéz őket egy kicsit fölismerni, hiszen mindig azt beszéljük, ugyebár, hogy a képzőnek az a funkciója, hogy egyik szófajból egy másikat hozhat létre, és a legtöbb esetben ez így is van, de vannak szófajtartó képzők, amikor ez nem változik. Na és akkor nézzük is ezeket az igeképzőket, tehát még egyszer, akit nagyon precíz akar lenni, az oda írhatja zárójelbe, hogy igéből igét képző képzők. Vagy igéből igét létrehozó képzők. Jó? És akkor az első ilyen képzőnk, amit már is egyessel fogsz írni, akkor ez nem más, mint a visszaható ige képzői. Ezt így kell leírni, a visszaható ige képzői. Jó, mindent nem fogok tudni ide kiírni, de hogy bármikor meg tudod állítani a videót. A visszaható ige képzői. Jó, és akkor nézzük is, hogy akkor mi volt ez. Ezt már egyszer persze elkezdtük összeszedni, hogy ez a kodik. Ha van olyan, hogy kodik, akkor lesz ez egy ilyen hármas kodik, mert van olyan, hogy kodik, van olyan, hogy kedik. És ködik. Kodik, kedik, ködik. Mondjuk mire én így leírom, ti már rég. Kodik, kedik, ködik. Jó, és akkor ugyanígy van olyan is, hogy kozik,
kezik és közik. Jó, kozik, kezik és közik. Jó, nézzük akkor a következő példánkat. A szabad olvasnom. Na, ezt hogy lehet egy szóval kifejezni? Úgy, hogy olvashatok. Jó, már is odaírjuk, hogy olvashatok. Jó, ez az az ige, amit nagyon sok esetben összeszoktak téveszteni a feltételes módú igével. Holott a feltételes módnak mi a jele? Na, ne, na, né. De itt ugye látod, hogy az olvas a szótő, a hat lesz a képző, és ez az ok, ez micsoda? Pontosabban abból is csak igazából az ó, vagyis a ká, bocsánat, mert az ó az egy kötőhangzó, és a K ugye az igei személyrag, és ez a hat, ez a képző, hogy olvashat, és ezt úgy fogjuk hívni igazából, hogy ható ige képző. Jó? Másodiknak már is a füzetbe írod akkor, hogy ható. Ugye a, bocsánat, a ható ige képzői. Jó, és ez pedig nagyon egyszerű, mert kettő alakja van, a hat és a het. Jó, és ez nagyon fontos, mert nagyon-nagyon sokszor tévesen használják. Jó, úgy tévesen, hogy nem szabad összekeverni ezt azzal, hogy ez adott esetben a feltételes mód jele lenne. Na, és akkor a harmadik példánk, aztán majd a következő videóban fogom mutatni a többit. A gyakran néztük kifejezés lesz, amit ugye úgy fogunk mondani, hogyha valamit gyakran csinálunk, hogy hát, gyakran néztük, akkor nézegettük. Jó, gyakran néztük, az nem más, mint hogy nézegettük. Jó, itt a néz a szótő, és ez a got-get, ez egy gyakorító képző lesz benne. Jó, és akkor így van, a tük pedig az igei személyrag. És akkor hátra már is lehet írni hármas pontban. Hát igen, ezt szoktuk úgy is hívni, hogy mozzanatosság, vagy folyamatosságot, gyakoriságot kifejező képzők, tehát gyakoriságot, folyamatosságot kifejező képzők. Nem lesz probléma egyébként nyilván, ha nem fogod tudni, de igazából ez csak logika. Jó? Tehát nem lesz probléma, ha nem fog minden eszedbe jutni. Ez egy gyakorító képző, ezt a got-get-et csak így neveztük régen. Itt most meg fogjuk még tanulni azt, hogy folyamatosságot kifejezők is lesznek. Tehát gyakoriságot kifejező képzők. Jó, és akkor ide írhatod majd szépen azt, hogy got, get, aztán ilyen lehet még a gál, gél. Gál, gél. Jó.